When is your next holiday? Next holiday, I think maybe when I back to Hong Kong, I will go to Thailand with my family. Cedric, a 16 éves hongkongi fiú éppen angol órán vett részt, mikor meglátogattuk őt a Lővei Klára gimnáziumban, ahol diáktársai is már könnyebben beszélgetnek vele, megszokták a jelenlétét. Most talán egy picit ez a csodabogárság, hogy itt van egy EFS-es gyerek, egy EFS-es diák, ez egy kicsit elmúlt talán, így szeptembertől kezdve, úgyhogy azt hiszem most kell egy kicsit jobban odafigyelnünk rá. Nem csoda, hogy kellett egy fél év, hogy megszokják, hiszen nem minden nap érkezik hozzájuk külföldi diák. Ugyanis nem túl népszerű a program nálunk Pécsett. Általában megszoktak ijedni a családok, hogy egy fél évre, egy évre be kell fogadniuk egy idegen diákot az otthonukba, és félnek attól, hogy időközben kiderül, hogy mégsem tudnak jól kijönni egymással. Az EFS önkéntesei, mint úgynevezett őrangyalok, segítenek a család és a cserediák közti kapcsolat működésében, de ha nem tud segíteni, és végképp nem megy, akkor természetesen lehet visszavonni a vállalást és kérni, hogy keressenek a gyereknek másik családot. A másikok pedig az anyagi problémák szoktak lenni, ami miatt nem vállalnak diákot, de az EFS ebben is tud némi segítséget nyújtani. Az EFS átvállalja a költségek egy részét a családoktól. Jelenleg 70 diák van Magyarországon. Az ideérkezők nem választhatják meg a várost, csak az országot. Őket próbáljuk mi az országban úgy elhelyezni, hogy minél több helyre kerüljön EFS diák. Pécsen egy családot találtunk, akik fogadnának. Viszont, hogyha Pécs méreteit összehasonlítjuk, például Székesfehérváréval, ahol 16 diák van, akkor elég szomorú a mércénk, úgyhogy várjuk a családok jelentkezését. Bár nehéz volt Pécsre családot találni, Cedric fogadó családja saját lányuknak köszönhetően mégis fogadta a fiút. Egy évvel ezelőtt a mi lányunk is ugyanezen a szervezeten keresztül volt egy évig kint Franciaországban, és úgy éreztük, hogy ez egy jó dolog, lányunk nagyon jól érezte magát, egy új kultúrát, új világot ismert meg, és hát ez a szervezet erről szól, és mi is úgy gondoltuk, hogy megadjuk a lehetőséget a Cedricnek, hogy ugyanezt átélje. Az EFS munkatársai szerint ez a szolgáltatás minden középiskolás gyereknek egy nagyon jó lehetőség, hogy külföldön tanuljon és idegen kultúrákat ismerjen meg, és ezáltal még elfogadóbb és békeszerető felnőtt válhat belőle.